fejlődő áruforgalom. A Vármegye egyik logisztikai vállalatának új telephelyét Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter adta át Kisvárdán. Évértékelő, országos szinten a negyedik legtöbb ügy érkezett a nyíregyházi törvényszékre 2022-ben. 25 éves jubileum, a Cantemus vegyeskar ünnepi koncert sorozatának első állomása a Vállai Római Katolikus templom lesz. Egyre erősebb Magyarország szerepe a kelet-nyugati tranzitforgalom szervezésében, erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt Kisvárdán, ahol a Vármegye egyik logisztikai vállalatának új telephelyét adták át. A Kölcsei televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A tárcavezető kiemelte, miután az orosz-ukrán háború miatt megváltoztak a tranzit útvonalak, folyamatosan fejleszteni kell az árufuvarozás ágazatát. A csaknem 4 milliárd forint összértékű kisvárdai beruházást az állam 1,4 milliárd forinttal támogatta. Hatalmas raktárakkal és újabb jelentős átrakó kapacitással bővült a Transit Speed Kft. Az 1990-ben alapított cég Kisvárdán alakította ki új telephelyét. A Vármegye egyik jelentős árufuvarozással foglalkozó vállalata eddig 110 hektáros logisztikai központtal, 57.000 négyzetméternyi fedett raktárhelyiséggel és 11 kilométernyi vasúthálózattal rendelkezett Mándok közelében. Ezt bővítették a csütörtök reggel átadott beruházással. A most megvalósult beruházással együtt Kisvárdán 1,8 km vasúthálózat, 12.000 négyzetméter fedett raktárkapacitás, és a telephelyen 21.000 négyzetméter terület került, aszfaltburkolatot kapott, továbbá megépült egy fedett átrakóberendezés közúti és vasúti járműmérlegrendszerrel egybekötve. A tárolókban árufajtától függetlenül 35-40 ezer tonna áru egyidejű tárolására van lehetőség. Az átrakóberendezés kapacitása 200 tonna per óra, mi azt jelenti, hogy közel 200 kamionnyi áru kirakodására, vagy normál vagomba töltésére van lehetőség. A logisztikai vállalat számos válságos időszakot túlélt már az elmúlt bő 3 évtizedben, mégis folyamatosan tudta növelni kapacitásait. Erről már Sesták Miklós országgyűlési képviselő beszélt, aki szerint a bátor fejlesztési hozzáállásnak köszönhető a cég sikeressége. Szintén nagy szerepe van a társaságnak a térségben élők foglalkoztatásában. Tilki Attila, a Vásárosnaményi Körzet képviselője arról beszélt, a kisvárdai telephely 20 új munkahelyével már több mint 100-an dolgoznak a vállalatnál. Annak idején a rendszerváltás után az egyébként agrármérnöki végzettséggel rendelkező dr. Szabó Ferencnek egy zseniális húzása volt, hogy logisztikával fog foglalkozni, és hogy a cég ilyenre nőtte ki magát, azért mi, akik itt élünk, nyomon tudtuk követni, hogy nagyon ügyesen sikerült a két fiát is bevonni a vállalat csoportba, és immár hárman teszik azt a nagyszerű dolgot, amivel több mint 100 embert foglalkoztatnak a térségben és a választókerületben. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gombnyomására indult el a munka a vasúti vonal felett az új kisvárdai telephelyen. A tárcavezető az átadó eseményen elmondta, Magyarország gazdasági növekedéséhez beruházások kellenek, ebben pedig kiemelt területet jelent a logisztikai ágazat fejlesztése. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az orosz-ukrán háború miatt megváltozott tranzit útvonalak következtében Magyarországra egyre nagyobb szerep hárul a nemzetközi árufuvarozásban. Ezért is döntöttünk úgy, hogy Magyarország a lehető legjobban kiveszi a részét abból, hogy a nehéz, az amúgy is nehéz helyzetben lévő országokban ne jöjjön létre kezelhetetlennek bizonyuló élelmiszer ellátási válság. Így jöhetett létre az a helyzet, hogy Ukrajna nyugati határán, itt Magyarországon jöttek létre a legnagyobb vasúti átrakodó kapacitások. És annak ellenére, hogy nekünk a többiekhez képest egy rövid határunk van Ukrajnával, ez egy hatalmas teljesítmény, hogy Ukrajna nyugati határán a legnagyobb vasúti átrakodási kapacitások itt Magyarországon jöttek létre. Ezzel nagy segítséget tudunk nyújtani abban, hogy az ukrán gabona és más mezőgazdasági termények tranzitja az európai kikötők felé meg tudjon valósulni.
A Transit Speed Kft. Új kisvárdai telephelye 3,8 milliárd forintból épült fel, a beruházást az állam 1,4 milliárd forinttal támogatta. Országos szinten a negyedik legtöbb ügy érkezett a nyíregyházi törvényszékre 2022-ben. Mint a csütörtöki évértékelő sajtótájékoztatón elhangzott, több mint 65 ezer esetben született befejező döntés. Vadász Mihály, a nyíregyházi törvényszék elnöke elmondta, az a céljuk, hogy a jövőben is gyors és megalapozott döntéseket hozzanak. Csillám Katalin, az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese, és Vadász Mihály, a nyíregyházi törvényszék elnöke közösen tartott sajtótájékoztatón értékelte a 2022-es évet a törvényszék munkája szempontjából. Csillám Katalin elmondta, a nyíregyházi törvényszék és 6 helyi bírósága a maga 481 bírói létszámával országos viszonylatban a közepes méretű törvényszékek közé tartozik, amelynek sajátossága, hogy a közeli országhatárok miatt nemzetközi elemeket tartalmazó ügyekkel is találkoznak a bírók, és ez az átlagosnál több feladatot jelent a bíróság számára. Gondoljunk bele, hogy egy nemzetközi elemet tartalmazó ügy tolmácsot igényel, az plusz terhet ró akár pénzügyi szempontból a bíróságra, vagy kézbesítési nehézséggel küzd meg a törvényszék. Tehát ez a sajátossága a nyíregyházi törvényszéknek, de így is azt kell elmondanom, hogy 2022 évben, majd adatokat is fogok erre vonatkozóan mondani, a törvényszék és járásbíróságai az alaptörvényből adódó tevékenységét teljes mértékben teljesítette, időszerűen, megalapozottan és tisztességesen végezte az ítélkező tevékenységét és az alaptörvényben meghatározott egyéb tevékenységét. Az elnök helyettes kijelentette, országosan csökkent a bíróságra jutott ügyek száma, így Nyíregyházán is, ahol tavaly több ügyet fejeztek be, mint amennyi beérkezett. Ha egy bíróság az érkezett ügynél többet fejez be, akkor azt jelenti, hogy csökkenti a hátrálékot, és a hátrálék csökkentéssel mérjük a mennyiségi mutatók hatékonyságát, így a törvényszék 11,3%-kal csökkentette a 2022 évi teljesítmény alapján az ügyhátrálékot. Ezt az ügyet összesen, tehát 65.600 ügyet fejeztek be, tehát többet, mint az érkezés. Vadász Mihály hangsúlyozta, a beérkezett ügyek számát tekintve Magyarországon a negyedik legtöbb ügy a nyíregyházi törvényszékre érkezik, ha a fővárost nem számoljuk. A törvényszék első fokára érkező büntetőügyekkel kapcsolatban szeretném kiemelni azt, hogy egy év alatt 40%-kal emelkedett az érkezése az ilyen ügyeknek. Ezzel foglalkozó kollégáink igen leterheltek, azonban ez eredményeinkre negatív hatással nem volt. Az időszerűséggel kapcsolatban szeretném még kiemelni azt, hogy a járásbíróságainkra érkezett polgári peresügyek 89,7%-a, míg a büntetőperesügyek 86,7%-a az érkezéstől számított egy éven belül be is fejeződött. A sajtótájékoztatót követően megkezdődött a nyíregyházi törvényszék összbírói értekezlete, amelyen egyebek mellett részt vett a kúria elnöke, a debreceni ítélőtábla elnöke, a régiós törvényszéki elnök, valamint a törvényszék bírái. A nyíregyházi törvényszék 2022. évi tevékenységének mutatóival bővebben szerdai 35 perc című műsorunkban foglalkozunk. A Bringa Piknik kerékpáros túra miatt május 20-án szombaton 9 óra 45-től 10 óra 20-ig útlezárások lesznek Nyíregyházán. 9 óra 50-kor az egyes számú nagyposta elől rajtolnak a bringások, a folytatásban pedig a Bethlen Gábor utca, Mező utca, Rákóczi utca és Tokaji út útvonalon haladnak. A benzinkútnál, a Sirály utcánál felterelik őket a kerékpárútra, Tokaig azon tekernek. Ezen időszak alatt és jelzett szakaszokon rendőri vezetéssel közlekednek a bringások.
az autósoknak pedig félpályás útlezárásra kell számolni. A nyírtelek előtt lévő körforgalmat is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni a feltorlódott kerékpárosok miatt. Idén ünnepi alapításának 25. évfordulóját a nyíregyházi Kantemusz vegyeskar Szabó Soma Liszt Ferenc díjas karnagy úgy fogalmazott, a vegyeskórus az egykori Kantemusz gyerekkórusból nőtt ki, amelyet édesapja Szabó Dénes alapított. A mintegy 60 főből álló vegyeskarban jelenleg hivatásos és civil énekesek közösen működnek együtt, és céljuk, hogy világszínvonalon népszerűsítsék az éneklés kultúráját. Rachmaninov Vesperás című 15 tételes kórus művét próbálják ütemről ütemre Nyíregyházán, az Alma Materben, vagyis a Kodály Zoltán általános iskola egyik termében. 25 éves fennállását ünnepli idén a Kantemusz vegyeskar, de a kórus család létrejötte, jóval régebbre nyúlik vissza, emlékeztetett Szabó Soma karnagy. Magának az énekarnak a létrejötte is a Kodály Zoltán általános iskolából és a Kantemusz gyermekkórusból sarjat ki, amit édesapám Szabó Dénes karnagy úr ugye évtizedeken keresztül való ének-zene tanítása nyomán itt a megfertőzött lelkes énekesek ösztönzésére ugye 1998-ban végül is egy állandóan működő vegyeskari formációvá alakítottunk. A karnagy azt mondta, a május 20-ára tervezett következő koncert helyszíne kitüntetett jelentőségű a kórus történetében, mivel korábban itt rögzítették Rachmaninov Vesperás című mesterművét. Ez az énekkarunk életében egy nagyon meghatározó mű volt. Ez egy hosszú, egy 15 tételből álló a cappella ciklus. Viszonylag ritka ez a zenetörténetben, hogy mindenféle hangszer kíséret nélkül egy ekkora, ilyen nagyszabású zenemű létrejöjjön, és hát annak idején ezt a Válai templomban vettük lemezre, és most ennek az emlékét idéznénk meg, úgyhogy közönséget is hívunk erre az alkalomra. A Válai templomnak csodálatos a belső tere, az akusztikája, és hát ehhez a műhöz nagyon-nagyon passzol, és nagyon nagy élmény ígérkezik, azt gondolom, mindenki számára, aki eljön. Szabó Soma karnagy úgy fogalmazott, a kórus létrejöttének egyik célja az volt, hogy bebizonyítsák, nem csak amatőr szinten lehet kórusban énekelni, de a zeneirodalom akár legnehezebb darabjait is el lehet énekelni Nyíregyházán. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy a jubileumi koncertek repertoárjában újra felcsendül egy 40 szólamú mű is. A küldetésünk vagy a hivatásunk az, hogy megmutassuk, hogy az éneklés az nem magunknak való dolog, és az nem csak az ember a fürdőszobában a zuhany alatt produkálhatja, hanem annak megvan a maga kultúrája és az a lehetőség, és ami azoknak is élményt jelent, akik nem művelik éppen. Azt hiszem, hogy magának a kórus éneklésnek van egy elég negatív megítélése a világban. Ezt az olyan amatőr, olyan dalárda, meg nem tudom én, színvonalára gondolják az emberek, amit igazából nem szívesen hallgatunk. Hát szeretnénk ennek az ellenkezőjét bizonyítani. A 25 éves kórus tagjai között vannak, akik a Kodály Zoltán általános iskolában szerezték meg a zenei alapismereteiket, és azóta főként zenével foglalkoznak. Mellettük sokan csatlakoztak olyanok is, akik az élet más területéről érkeztek, de az éneklés öröme mindannyiukat összeköti, mondta el Szabó Soma, és hozzátette, jelenleg mintegy 60 főből áll a vegyeskar, amelynek magját egy 20 fős társaság adja, akikkel minden nap próbál. A legközelebbi május 20-ai koncerten a Vállai templomban a kórus jelenlegi és egykori tagjai is fellépnek. Spin-off címmel nyílt kiállítás Papp Sándor Dávid képzőművészeti alkotásaiból Nyíregyházán a Városi Galériában. A tárlatot táblaképek, valamint különböző fotográfiai eljárásokkal készült sorozatok alkotják. A kiállítás június 3-áig várja az érdeklődőket. Ez a legfrissebb sorozatom, ez igazából egy teljesen konstruktivistának tűnő
darabokból áll. Pap Sándor Dávid mutatja a kamerának legújabb alkotásait, amelyek most először tekinthetők meg Nyíregyházán a Városi Galériában. A jelenleg Budapesten élő, de a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolából indult fiatal művész a Magyar Képzőművészeti Egyetemen folytatta tanulmányait, azóta számos kiállítást tudhat maga mögött. A Városi Galériában nyílt tárlatának angol címe játékos utalás saját korábbi műveinek új tárlatba rendezésére. A cím abból ered, hogy amellett, hogy mellékhajtást is jelent, van egy olyan értelmezése, amiket főleg a filmsorozat rajongók biztos ismernek, hogy spin-off sorozatok, ami arra utal, hogy a meglévő filmprodukcióknak a mellékszereplőit tehát szánnak nekik egy külön sorozatban főszerepet, tehát megmarad a régi karakter, de egy teljesen más kontextusban, és én ezt úgy használtam föl magát a jelentés rétegeit, hogy egy több termes kiállításba beemeltem régebbi sorozatokból munkákat, illetve a legújabbakkal kevertem, és egy fiktív helyszínt vagy színteret alkottam ezáltal, szóval próbáltam párhuzamokat keresni a más tematikájú régebbi munkák és az újak között, illetve a régiek között is egy darabokat emeltem át, és végül is így jött a cím. A kiállítás anyaga a Városi Galéria három termében lett elhelyezve, amelyek együttesen a művész koncepciója szerint egy bevásárlóház különböző helyeit szimbolizálják, úgy, mint a piactér, játszótér, valamint a talált tárgyak osztálya. Az egyes alkotásokat Pap Sándor Dávid különböző technikákkal készíti, amit mindig az adott téma dönt el. Általában a koncepció határozza meg, hogy mivel fog megvalósulni egy-egy adott munka. Erősnek gondolom a grafikus hozzáállásomat a munkák elkészítésénél, de fotográfia határterületeivel is, alternatív fotóval, tehát kamera nélküli fotogrammokkal is foglalkozom, illetve kisebb tárgyakat, objekteket is láthatunk, illetve szitanyomatokat, tehát klasszikusabb grafikai eljárásra készült munkákat is. Pap Sándor Dávid művészetének egyik alaptémája a kiállítást megnyitó Fekete József szerint a kapitalista társadalom kritikája. A Spin-off című kiállítást június 3-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Tett egy lépést a bennmaradás felé a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák az alsóházi rájátszás 8. fordulójában 80-75-re győztek Kaposváron. A tabellán 6. Nyíregyháza szombaton az 5. budapesti Honvéd otthonában lép pályára. Az 5. helyen fejezte be a bajnokságot az Amatőr NB1-ben a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese a rájátszás záró fordulójában Sopronban szenvedett 78-66-os vereséget. Az NKS lesz a házigazdája pénteken kezdődő U20-as junior B döntőnek, amelynek a Szent Imre csarnoka ad majd otthont. A rájátszás záró fordulójában egy hosszú túra végén lépett pályára Sopronban az NKS. Mindkét edző a fiataloknak szavazott bizalmat a mérkőzésen. Az első negyedet 2, a másodikat 3 ponttal nyerték a hazaiak. Fordulás után sem változott a játék képe, mindkét negyedben több pontot dobott a Sopron, amely végül 12 ponttal nyerte meg a találkozót. Szerintem a Sopron is tisztában volt vele, hogy nekünk is már alig maradt játékosunk a junioron kívül. Ők készülnek a junior A döntőre, mi készülünk a junior B döntőre, és úgy gondolták a sopraniak, hogy megmérettetik a fiatalokat ellenünk. Ez nagyon jól sikerült egyébként, a szenzációs mérkőzést játszottunk. Jó volt mindenkinek a felkészülés szempontjában, mi is igyekeztünk a mi juniorjainkat is pályán tartani, hogy megnézzük, hogy itt az elkövetkező napokra mennyire sikerül összeállni egy jó csapat ellen, mert azért ez egy jó szerkezetű Sopron volt. Békében, barátságban elment a mérkőzés, korrekt jó játékvezetéssel, szerintem mind a két csapatnak jól szolgálta a felkészülését a következő junior mérkőzésekre. Az Amatőr NB1-et a csatadíjese nyerte az MTK TFS-e előtt. A nyíregyházi kosársuli 3 győzelemmel és 7 vereséggel az 5. helyen végzett.
Itt az egyértelműen látszik, hogy azok a játékosok, akik az előző szezonban még egy ilyen asszisztáló szerepkörben voltak a pályán, most erre az évre meghatározó játékosokká nőtték ki magukat. A junioroknak egyértelműen segít az, hogy ők nagyon kemény és nagyon jó mérkőzéseket játszanak a juniorban. A többieknek is segít az, hogy most olyan élvonalbeli csapatok ellen sikerült játszani, amit azért régebben nem igazán tudtunk elképzelni, hogy milyen csapatok ellen is föl tudjuk venni a versenyt. Ettől függetlenül természetesen ott vannak a szakadékok, mert azért egyértelműen látszik, hogy azért masszívabbak, erősebbek, gyorsabban játsszák ezt a játékot, tehát egyértelműen látszik, hogy pontosabbak. Tehát az az edzésszám, ami különbség van az ő edzésszámukban és a miénkben, azért az ezeken a mérkőzéseken azért látványosan kijött. Mi a szívünket, a lelkünket tettük oda, és ez volt az, ami szerintem ezt a csapatot előre vitett ebben az évben. Pinteken kezdődik a lányok junior B döntője, amelynek a nyíregyházi kosársuli lesz a házigazdája. Szeretnénk egy olyan országos döntőt rendezni a lányoknak, ugye, akik utolsó évesek a junioroknál, hogy emlékezetes legyen. Tehát ugye voltunk már több olyan országos döntőn, ami úgy elsiklott. És úgy gondolom, hogy országos döntőnek azért mindenféleképpen meg kell, hogy legyen a sava borsa. Tehát, hogy mindenki érezze azt, hogy ebben az évben mindent megtett azért, hogy egy olyan közegben játszott. Ezért vágtunk bele a döntő rendezésébe. Egyébként szerintem aránylag jó csapatok fognak megmérkőzni egymás ellen. A torna pénteken 10 órakor a Beac Újbuda Zalaegerszeg mérkőzéssel rajtol. A nyíregyházi kosársuli 18 órai kezdettel a Sopron B csapata ellen lép pályára a Szent Imre csarnokában. A döntőben vasárnap 16:30-kor dobják majd fel a labdát. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Új Kisvárdán kialakított telephely segíti a Vármegye egyik logisztikai vállalatának vasúti áruforgalmazását. A beruházás összértéke meghaladja 3,5 milliárd forintot, amelyhez 1,4 milliárd forinttal járult hozzá az állam. A beruházás Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át. A tárcavezető az eseményen elmondta, a régióban létrejövő logisztikai fejlesztéseknek köszönhetően tovább erősödik Magyarország szerepe a kelet-nyugati tranzitforgalomban. Szervezésében. Több mint 65 ezer ügyben született befejező döntés a nyíregyházi törvényszéken 2022-ben. Mint a csütörtöki évértékelő sajtótájékoztatón elhangzott, országos szinten ez a negyedik helyet jelenti. Vadász Mihály, a nyíregyházi törvényszék elnöke elmondta, az a céljuk, hogy a jövőben is gyors és megalapozott döntéseket hozzanak. Jubileumi koncert sorozatra készül a nyíregyházi Cantemus vegyes kar, az 1998-ban alakult kórus immár 25 éve mutatja be a magyar és nemzetközi kórus irodalom színe javát Nyíregyházán és világszerte. Az idei jubileumi koncert sorozat első állomása a Vállai Római Katolikus templom lesz, ahol Rachmaninov Vesperás című művét adják elő. Május 18-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken reggeltől csökken a felhőzet, és mindenütt napos idő várható a gomoly felhőképződés mellett. Napközben már csak helyenként fordulhat elő zápor, és keleti határ közelében esetleg zivatar. Napközben 20-23 fokot mérhetünk.